sportosat. Híradónk vendége Balogh Sigya István, az Újpest egykori bajnok labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Üdvözöllek, üdvözlöm a nézőket! Kimész a Megyeri útra. Tudom, ezer éve nem voltál, majd elmondod, hogy miért nem, de most a Honvéd elleni meccsre kimentél. A szurkolók megismernek? Megismernek, igen. Hála az égnek. Sokan megismernek, sokan hiányoltak az újpesti stadionból. Eljutottam odáig, hogy igen, kimentem és megnéztem egy mérkőzést egy kedves barátommal. Hány év után mentél ki a Megyeri útra? Nagyon hosszú, nem tudom megmondani. 5-10? Amióta a Szusza Ferenc stadion felújult, vagy megújult, azóta még nem voltam kint. Elpártoltál Újpesttől ennyire? Nem, úgy hozta az élet, hogy volt, amikor nem sikerült, volt, amikor nem volt kedvem, volt, amikor más program jött közben. Ennyi. Mit szólsz a meccshez? Nehéz róla beszélni, mert én úgy gondolom, hogy egy olyan... Már ugye megvertük a Honvédot, nem? Igen, ez nagyon fontos dolog. 3 pont az nagyon fontos ebben a helyzetben, de úgy gondolom egy olyan csapatnak, aki kiesés ellen küzd, hazai pályán küzd, sokkal, de sokkal motiváltabbnak, energikusabbnak kellene lennie. Szerencsével nyert az Újpest? Igen. Ez a játék, meg amit ti játszottatok annak idén, a bajnokcsapat, össze lehet egyáltalán hasonlítani, vagy felesleges is? Úgy gondolom, hogy teljesen más a játék ritmusa, a játék képe, nem érdemes összehasonlítani. Hiába mondanám, hogy én ebben a mai csapatban milyen jó lennék, nem feltétlen. Ezt nem tudjuk bebizonyítani, így alakult akkor, az jó volt, sikeresek voltunk, mostani csapat kevésbé. A Sigya nevet azt honnan kaptad, kitől kaptad? Édesapám révén ragadt rám ez a név nagyon-nagyon régen. Gyerekkoromban kaptam neki, egy legjobb barátja, beceneve volt ez, és úgy döntöttek, hogy ha gyerekük lesz, fiú lesz, akkor a beceneveket keresztbe adják, így kaptam a Sigya nevet. Így jobban ismernek egyébként a futballpályák környékén? Úgy gondolom, hogy egy Balogh névvel azért elég sok játékos, jó játékos futballozott. Ha azt mondják, hogy Balogh István, kevesebben, de azt mondják, hogy Balogh Sigya, akkor azért többen felkapják a nevüket. És akkor már tudják, hogy kiről is van szó, képbe vannak. Igen, igen, abszolút. Kicsikét visszamehetünk a múltba, mielőtt a jelent majd kivesézzük, mert ugye holnap a Kondás Elemér a tegnap kinevezett Debrecen vezetőedző mondta, 6 pontos meccset fognak játszani itt Megyeri úton, de még mielőtt nekiesnénk a jelennek, kicsit a múltban. Nagyon fiatalon lettél ugye bajnok az Újpesttel, ha jól emlékszem. Így igaz. Hány éves voltál akkor? 23 éves voltam. Akkor bajnokságot nyertetek. Akkor hogy képzelted el a jövőt 23 évesen? Azt hittem, hogy világsztár leszek. És hogy ott maradsz Újpesten? Az is benne volt, már az egy furcsa történet, ott abban az évben kevesen mondhatják el magukról, hogy kettős bajnokok. Én az őszi szezont MB2-ben Volán SC-nél töltöttem, a tavaszi szezont Újpesten töltöttem, MB2-ben a Volán bajnok lett, MB1-ben az Újpest. Tehát egy ilyen kettős bajnoki aranyérmet ünnepelhettem. Sok minden megfordult a fejemben, Újpest is megfordult, aztán úgy alakult az életem, hogy a Volánba kerültem, ahonnan viszont Belgiumba kötöttem. Na most még mi történt ott, hogy maradjunk, megnyeri a bajnokságot az Újpest, aminek te is tagja vagy, és utána mi történt veled? Én annyira jól éreztem magam a Volán csapatába az őszi szezonba, hogy szívesebben mentem oda-vissza játszani, mint hogy maradjak Újpesten. Igazából lehet, hogy nem volt a legszerencsésebb döntés. Volt ennek valami oka, hogy úgy látod, hogy nem férsz be, vagy... valami más? Nem, fiatal voltam, kevés játék lehetőséget kaptam, nem annyit játszottam, amit én szerettem volna. Igazából 18 évesen bemutatkoztam Újpesten, egy ifi bajnokság után bajnoki aranyat nyertünk, bemutatkoztam az első csapatban, egy ezüstérmes csapattagja voltam, egy bronzérmes csapattagja voltam, egy kupagyőztes csapattagja voltam, ugye, és ez mind fiatalon. Nehéz volt bekerülni, nagyon erős nevek voltak abban az időben egy Újpesten.
sejt csatár voltál. Igen. Ott meg aztán végképpen. Igen, nagyon nehéz volt. Olimpiai válogatottak voltak előttem, idősebb, rutinos, jó játékosok, nehéz volt kezdőnek lenni. És akkor a bajnokság vége, ugye megnyert az Újpest bajnokság, utána te visszamentél ősszel, akkor ott játszottál Volánba? Igen, egy évet ott töltöttem el. Nem érezted úgy, hogy ez nem volt jó lépés? Soha nem bántad meg? Hát visszagondolva az életemre egy pár dolgot sajnálok, megbánni semmit nem bántam meg. Uh-huh. Ahogy alakult, jó volt. Edzők nem marasztaltak, nem mondták, hogy butaság, hogy várjál még, stb. Nem? Fiatalon ezt nehéz feldolgozni. De marasztaltak? Nem. Igazából a Volánba tártkarokkal vártak, nagyon szerettek ott engem, tényleg sokban segítettem őket, szívesen mentem vissza. Urbán Flóri akkor? Ott volt a Volánba. Ő utánad ment át akkor az Újpest csapatához, ugye? Ő utána Újpestre, és amikor én kikerültem Belgiumba, engem váltott. Igen. Na, csak ezért hoztam szóba, igen, hogy valahol mindig váltottátok egymást. És akkor Volánból kimentem Belgiumba, egy évet töltöttem első osztályba Waregem csapatába, ugye Flóri utánam jött oda. Ott is volt nem egy szerencsés lépésem, eligazoltam ebből a csapatból olyan címszóval. Az akkori menedzserem, mondjuk azt, hogy nem a teljes valóságot vette fel előttem, átigazoltam egy másik csapathoz, fiatalon, több pénzért, nagyobb lehetőségek miatt, de nem úgy alakult az élet. Hány éves voltál? 24. Azért nem sem, 24 évesen. Azért abban időszakban azért az még nagy dolognak számított, hogy ilyen fiatalon kimegy valaki. Igen, az is mondom, hogy nem bántam meg semmit. Az a 2,5 év, amit kint töltöttem, az nagyon szép volt. Csak volt egy szerződés, amivel aztán itthon nem nagyon tudtál labdába rúgni. Igen. Jól tudom. Azzal a pénzzel, amit akkor kértek, értem, amennyibe kerültem, nem lehetett fölvenni a versenyt, főleg Magyarországon. És tulajdonképpen így ketté is tört a pályafutásod? Igen. Mondjuk azt, hogy profi szinten, igen. Majd kimentél Belgiumba, utána kötöttél egy új csapat. Volt valami 4 éves szerződésemből csak 2, vagy fél évet töltöttél le? Egy-két éves szerződésem volt, amiből az első évemet letöltöttem. A másodikban már nem úgy alakultak a dolgok, hoztak akkor a helyemre egy másik idegen légióst. Én már nem voltam pénz a menedzsereknek, mert ott maradtam a csapatnál. Így eléggé instabil lett a helyzetem, és nem tudtam. De te még fiatalon jöttél vissza Belgiumból, nem? Pontosan ezért, mert nagyon sok pénzt áldoztak rám a második csapatomnál, valamennyit vissza akartak kapni belőle, és 1994 tájékán visszajöttem még egy fél évre kölcsönbe Cseperre, nem volt rossz szezonunk, de azt mondták a belgák, hogy semmi akadálya, igazolhatok Magyarországra, 400 000 dollár. Uh-huh. Hát abban időben azért ez komoly pénz volt. És akkor mikortól voltál szabadon igazolható? 95, illetve vagy 96-ban volt ez az úgynevezett Bosman per, amikor nem korlátozhatják a játékosokat sem, de az embereket se a szabad munkavállalásba, tehát a lejár a szerződés. De még úgymond rossz időben voltál kint a belgáknál. Igen, korán születtem. És akkor utána nem akartál itthon NB1-es csapatnál elhelyezkedni? Abban a másfél évben, amíg eltelt a Cseppel, illetve Budafokon is játszottam NB2-ben egy fél évet, eltelt egy másfél év, kiestem a honi labdarúgásból. Ugye nem nagyon játszottam, mivel hogy nem adtak ki a belgák, csak kispályán játszottam, erős csapatokba, NB1-es csapatokba, NB2-esekbe már nem nagyon kerestek, illetve nehéz lett volna visszakerülnem. Nem is volt menedzsered, gondolom, aki eladjon téged itthon. Akkor már nem. Eleged lett a menedzserekből? Igen, nagyon. És akkor, hogy hazajött, és akkor, hogy mi történt akkor veled így akkor? Dolgoztam. És ott abba hagytad a labdarúgást? Másfél évre teljesen abba hagytam labdarúgást, utána egy nagyon szerencsés beszélgetés folytán Subka Attila segített kijutni Eisenstadtba, ahol ő játszott annak idén egy negyedosztályú csapatba, Ausztriába, ahol eltöltöttem egy 3 évet. Időközben ugye felszabadultam, úgymond, tehát ott kölcsön vettek valamilyen kis pénzért,
felszabadultam, és utána, de már csak ezen a szinten futballoztam. Illetve volt még egy fellángolás, 1999 és 2000 szezonban még NB1-be visszaigazoltam Ausztriából haladás csapatához. És ott töltöttem egy évet, ott is különböző okoknál fogva nem tudtam megragadni. Visszaköltöztünk Pestre, elmentem a Reacba, NB2-be játszani, és ott fejeztem be a profi karrieremet. NB2-be? Igen. Akkor még a Reac, még akkor NB2-es volt. Igen. Most már Budapest bajnokság. Igen, egy picit lejjebb csúsztak. Gondoltad volna akkor? Nem, nem. Igazából olyan játékosok voltak, olyan személyiségek, olyan csapat, hogy azt nem gondoltam volna, hogy ilyen egyetem megtörténhet. Tulajdonképpen Volánhoz mentél vissza. Igen. Ugye, Szabán Samu térre, most már Széchenyi tér. Igen. De tulajdonképpen hazamentél, igen. És akkor ott fejezted be a labdarúgást. Igen. Nincs benne tényleg hiányérzet? Így icipici. De még egyszer mondom, hogy semmit nem bánok. Mert ugye olyanokat lehetett rólad olvasni, korábbi újságban, hogy jó kötésű csatár, stb. Jól bánik a labdával, tehát a híradások szerint minden oké volt veled. Így igaz, ilyen is volt. De akkor meg? Hát úgy gondolom, hogy ezzel az Újpestről eligazolásommal volt egy pici, lehet hibának mondani, akkor, amikor Belgiumba eligazoltam az első csapatomból. Az is egy pici, lehet, hogy ha ezeket máshogy döntök, akkor fiatal fejjel, akkor egészen másképp alakul az életem. Na jó, még oké, Újpest, oké, de belga első osztályból elmenni. Igen. Hiba volt. Hiba volt hazajönnöm, közrejátszott egy csomó minden, így alakult, nem bánok semmit. És már ezen kár keseregni. Abszolút. Most már egy kis csapatnál vagy edző, tehát a labdarúgásban ott vagy, sőt, ha jól tudom, még néha még ott is pályára lépsz bajnoki meccsen. Igen, mikor mindenkit elvisz a rendőrség, és már nincsen csapatom, akkor kénytelen vagyok beállni. Néha azt mondom, hogy szeretnék játszani, szeretek játszani, de elmondtam a gyerekeknek, megye, hármas csapatról van szó, Budapest, illetve, bocsánat, Pest megyében, hogy ha már én játszok, akkor nagyon nagy a baj. De szeretnek, elismernek, tisztelnek, jól érzem magam. Újpest, ott is nagyon nagy a baj? Úgy láttam, hogy igen. Nagy. Bent marad az NB1-be? Bent tud maradni? Ahhoz többet kell tenniük, hogy bent maradhassanak, én úgy érzem. Most jogos volt az öröm, mert most hogy úgy érzik, hogy most, hogy megverték a Honvédot, most úgy helyreáll minden. Vagy ezért ez egy kicsikét, ez a győzelem túl jól sikerült? Úgy gondolom, tehát valójában nem olyan jó az az Újpest még, hogy... Úgy gondolom, hogy sokkal többet kellett tenniük egy olyan helyzetben lévő csapatnak, mint egy Újpest, ilyen tradicionálokkal rendelkezve egy kiesés ellen küzdeni nagyon nehéz, viszont meg kell szakadni a pályán. A szombati mérkőzésen nem ezt láttam, hogy meg akarnak szakadni. Játszottak egy jót, nyertek, biztos örülnek neki, de kicsit furcsán mondva lehet, hogy annak idején egy ilyen győzelem után nekünk nem tapsoltak a Megyeri úton. Itt még tapsoltak? Itt tapsoltak. Holnap, azaz kedden Debrecent fogadja az Újpest. Debrecennél is ég a ház. Ugye ők még valóban a kieső helyen állnak, a 11. helyen áll a Debrecen, az Újpest ugye meg a 9. helyen, milyen jól hangzik, csak egy pont a különbség a két csapat között. Debrecenieknél szerinted az, hogy most vezetőedzőt cseréltek hirtelen, visszajött a sikeredző, Kondás, az ő sikerüket fogja ez elsősorban eredményezni? Mindig azt vallottam, hogy egy csapat, aki edzőt cserél, sokkal motiváltabb játékot tud bemutatni azon a hétvégén vagy hétközben. Mm-hmm. Úgy gondolom, hogy a Debrecen is ilyen lesz. Nem tartom rossz csapatnak ezt a Debrecent. Vannak értékeik, főleg, hogy magyarokból állnak. Jobban át tudják érezni azt a helyzetet. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen csapatnak, mint a Debrecen is, bajnok csapat volt, kupagyőztes, nem egy kiesés ellen kellene harcolniuk.
egy ilyen edző, aki azért már sok időt eltöltött annál a csapatnál, ismeri a közeget, ismeri a közönséget, ismerheti az egész klubot, lehet, hogy könnyebb dolga van, mint egy külföldi edzőnek Magyarországon. Egy szerencsé van az Újpestnek, hogy 12 csapatos az NB1, és ennek köszönhetően bizonyos szempontból még akár a hetékhelyen álló Kisvárda is kieshet. Igen, igen. Mert ugye 34 pontja van a hetékhelyen álló Kisvárdának is, tehát itt még akár hogy alakulhat, és ez lehet egyfajta megnyugvás is, nem kérdegeskedniük. Hiszen olyan keresztbeverések lehetnek, amiből még ki lehet belőle jól jönni. Akkor, ha nyernek. Ha nem nyer az Újpest, akkor akárkivel keresztbe, akárkit, akkor csak rosszul tudnak kijönni ebből, én úgy gondolom. Tehát nekik mindenféleképpen arra kell törekedniük, hogy nyerjenek. Én megnéztem a hátralévő párosítást az Újpestnek, és én laikusként úgy ítéltem meg, hogy tulajdonképpen a Debrecen meccset most azt külön véve, két olyan mérkőzése van, ahol oké, ki fog kapni az Újpest, ki kaphat, ez a Fehérvár meg a Ferencváros. De a többi ellenfelek, hát olyanok, hogy egy gyenge Újpestnek is illene nyerni ellenük, Mezőkövesd, és talán meg jön két kieső, Zete, illetve a már kiesett Kaposvár. Tehát viszonylag jó a sorsolás az Újpestnek. Nézőpont kérdése. Úgy gondolom, hogy egy Mezőkövesd, lehet, hogy ezelőtt egy pár évvel még lebecsülték őket, az elmúlt egy, másfél, két évben olyan teljesítményt nyújtottak, ugye, hogy Európa Ligás helyért harcolnak. Ők nem fogják ingyen adni magukat, ők ott akarnak érni, őt nyerni akarnak. Megnézve a szombati Újpest meccset, illetve megnéztem tegnap az Zalaegerszege meccset, jelen pillanatban az Zalaegerszege egységesebb csapatnak tűnik. Akartak, mentek, felszántották a pályát, ez az, amit hiányoltam Újpesten. Ők nem mennek így. Egy ilyen kiki meccsen bármi meg. De hogy is mennek, mikor a legtöbb játékosnak nyáron lejár a szerződése? A most kinevezett vezetőedzőnek is ugye csak erre a 6 meccs, most már csak 6 meccs van, arra szól a szerződése. Tehát tulajdonképpen minden ilyen bizonytalan. Abszolút. Igazad van ebben, nem lehet más mondani, ha ezek a játékosok nem érzik át, hogy itt miről van szó, egy Újpest nem eshet ki, ha ők ezt nem fogják fel, és nem állnak bele ebbe az egészbe úgy, ahogy kell, akkor nagyon nagy baj lesz. Na most egy szerb edző, ez hogy tudja nekik átadni, hogy ez itt meg kell halni Újpestért? Nem tudom. Csak azért hozom szóba, mert te is hallottad ezt a hírt, ugye beszélgettél is a Weber Szlezákékkal itt a 30 éves aranyérmes ünnepségen, hogy pont ezért merült fel ennek a duónak a neve, hogy ők kerüljenek oda a felnőtt csapathoz, ha már Vinjevics távozik, hogy mert ők át tudják, és hiteles, amit ők mondanak a játékosoknak. Ez így van. Én sokkal jobb döntésnek tartottam volna őket. Na most a Debrecen ezért húzott jó húzást a Kondással. Ez majd kiderül holnap. Mert ő hiteles. Hát most lehet, hogy most kikapnak, most, de a Debrecen biztos, hogy benn fog a Kondással maradni. Tehát pont emiatt, mert ha valaki, akkor ő hiteles edző. Na most innentől kezdve, aki egy évet volt itt, a szempálya edzőként, ugye, és nem is tavaly, hanem régebben, mennyire tud hiteles át, hogy mit jelent Újpestnek kiesni? Ezt úgy gondolom, hogy inkább a mellette lévő olyan emberek, akik azért újpestiek, ott van ugye egy Vík Peti, aki azért nagyon-nagyon régóta ott van, inkább ő nekik a feladatuk ezt átadni. Mert egy külföldi edző igazadva nem tudja, tehát nem lehet ezt átadni. Úgyhogy érdekes lesz a története miatt. Kíváncsi leszek én erre a mérkőzésre holnap. Én meg a Debrecenre, hogy a Kondással. Ugyanis volt már egy ilyen utolsó 7 meccs, és abból 6-ot megnyert zsinórba a Debrecen. Szinte ezért hívták, hogy de akkor nem a kiesés előmenekült. Akkor azért ez egy másabb helyzet, ugye? Igen, de akkor is. Természetes, persze, biztos azért letett valamit az asztalra, tudja, hogy milyen, milyen munkát kell ott akkor végezni, milyen jellegűt, igazából hogy kell felrázni a társaságot. Tehát ebben biztos azért van tapasztalata, mindent meg fog tenni, hogy a Debrecenben maradjon. Kérdés az, hogy bírják majd a ritmust a játékosom, ugye most játszottak szombaton, a kedden már játszik a fele csapat, ugye, másik fele szerdán játszik, utána megint jön a hétvége, és így folytatódik.
Hogy láttad, ez mennyire fogja kimeríteni a játékosokat, ez a ritmus? Ugye korábban nem így játszottak, nem ebbe a ritmusba. Hogy gondolom, hogy azért a mai magyar labdarúgásban hiába itthonról beszélünk. Egy három hetet, heti két mérkőzéssel, ha nem bír ki egy játékos, ne legyen NB1-es. Tehát bírniuk kell akkor. Én azt mondom, hogy igen. Meglepődsz, ha majd az Újpest kiesik esetleg Kaposvár mellett? Egy picit igen. De ha ezt a játékot nyújtják, amit mondom szombaton is, akkor nem. Akkor úgy teszem fel a kérdés, hogy Kaposvár mellett ki lehet akkor a másik kieső? Az a 4-5, akit te mondtál. Tehát van egy Paks, van egy Debrecen, van egy Kisvárda még, van egy Zalaegerszeg, és van egy Újpest. Aki jobban kijön ezekből a egymás elleni mérkőzésből főleg, mert igaz, hogy mondhatjuk, hogy 6 pontos mérkőzés a holnapi, de most ha nyer az Újpest, oké. Nyer a Debrecen, oké. Van 2-3 pont for. Igen. Az még. Gyorsan elolvad. Igen, tehát utána kétszer kikapsz, és már megint ugyanott találod magadat. Tehát ezt folyamatosan kell ezt fenntartaniuk, folyamatosan kell nyerniük. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen utolsó 6 mérkőzésből egy 9-10 pontot valamelyik csapat szerez, akkor nem ő lesz a kieső. Hát meglátjuk. Mindenes ereje annak, hogy 12 csapatos, és így közel vannak egymáshoz a középmezőny, meg a kieső is, így matematikailag a számoknak köszönhetően izgalmas. Abszolút, abszolút az lesz. Egyébként a játék az mennyire volt izgalmas? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy lerágtam a körmömet. Egy ilyen kellemes, jó hangulatú, egyszerű mérkőzés, nem rizikózok, nem akarok nagyon sokat bármire is hivatkozni, de nem, tehát nem egy olyan mérkőzés, hogy kiesésre harcolok. Kispest gondolom egy kupagyőzelem után, neki ez nagyon jó volt, ők megtették a magukét. Hát ők a kupa meccsen kiadtak minden magukból. Persze, tehát ők egyértelmű. Tehát ők úgy jöttek oda, hogy előtte szétégtek a pályán. Egyértelmű, én is úgy gondolom, egy ilyen győztes meccs után, amit ők véghez vittek, kupagyőzelem, ugye ezt én is átéltem, akkor azért egy-két napig az ember nem úgy mocorog, mint aki egy olyan csapat, aki ugye a kiesés ellen hajt. Tehát így is, még a végén még egy kapufát lőtt a Honvéd. Úgy gondolom, hogy szinte az Újpestnek két kapró lőse volt, talán az egész mérkőzésen. Szöglet után lett egy gól, 1-0, tonnatok ez ugye az volt, hogy kapjanak még egyet. Itt már hosszú ideje téma a Vinyevics idejében is, hogy igazából nincs csatára Újpestnek. Hogy láttad ezt? Most csatárkérdés, vagy egyáltalán középpálya is olyan, hogy nem lehet tudni, hogy most van-e csatár, vagy nincs csatár? Hogy igazából a középpálya tehet arról, hogy most erről kell beszélni, hogy van-e csatár, vagy nincs csatár Újpesten? Mivel hogy én láttad? Is, mivel én is csatár voltam. Ezért teszem fel a kérdést. Ugye többféle csatár létezik, ugye több stílusú csatár. Én sem az a villámléptű csatár voltam, nekem az kellett, hogy kiszolgáljanak a társak. Tehát ha van mellette két-három olyan játékos, aki a két oldalról, hátulról olyan labdákat tud adni, hogy egy csatárnak csak be kelljen fejezni, oké. Ez most nincs Újpesten. Nem látok olyan mélységi passzokat, olyan beadásokat, olyan megoldásokat, amivel helyzetbe tudják hozni a csatárt. A másik csatár, ugye, aki ha át tudja venni a labdát és elindul vele, meg tud csinálni két-három cselt, ilyet se látok Újpesten. Tehát azt mondom, egy hiányposzt. Úgy a kiszolgáló személyzet, mint a csatár. Még szerencsére a sportorvos így rendben van. Igen, gondolkodtam rajta, hogy egy gyors villámigazolással még bármi megtörténhet. És akkor bennmarad az Újpest az NB1-be? Reméljük azért. Nélküled is bennmarad? Nagyon remélem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. További sportosat.